Sziasztok! Ebben a videóban kínai, hát Oreo ostyákat fogunk kipróbálni. Tehát ez a logó, amit itt látni, ez az Oreo-nak a logója rajta. De ha úgy megnézitek mindegyiken, picit meg is jelnik az Oreo, mert ha megnézitek mindegyiknek az ostyája fekete, kivéve a legalsót, ugye ezt a fehér csokisat, de ott meg gondolom, hogy ott középen az a kis töltelékszerűség lesz az, ami az Oreo-ra jellemző. Ízben ugye van egy vaníliás ízünk, van egy epresünk, ez valószínűleg egy kapucsínos lehet. Ő egy, én azt mondanám, hogy csokis, de lehet az is, hogy fekete csokis, igen, étcsokis. Ő pedig egy fehér csokis kell, hogy legyen. Hát nézzük meg őket, nyissuk ki, mondjuk kezdjünk a kicsikkel, kezdjük vele. Hát, amit a csomagolás ígért, azt mondom, hogy abszolút hozza is. Vágjuk ketté, hogy milyen. Belülről is úgy nézem, hogy hozza azt, amit a csomagolás ígért, mert tényleg olyan. Hát, megnézzük, én is megkóstolom, hogy milyen. Semmi extra. Nincsen Oreo hatás, mármint hogy én nekem az Oreo-t egyáltalán nem idézi meg. Egyszerű ostya. Igen. Egy ilyen Balaton szelet, vagy valami ilyesmi, tehát hogy olyan semmilyen. Jöjjön akkor a következőnek ő. Hát, megnézzük. Ott hagyom a többit. Hozza szintén, amit várunk tőle, meg kérlek, hogy várjál. Amit ígértek, azt betartották. Töltelék szempontjából szintén hozza, amit a kép ígért, mondjuk nem fekete, ezt ki kell, hogy emeljem, hanem inkább ugye barnás. Na nézzük ízre milyen. Én nem érzem se az étcsokit, bár nagyon gyengén talán a külső részén érezni étcsokit, de olyan, hát nekem olyan semmilyen. Tehát, hogy nem választanám újra. Nézzük akkor a puccinósat. Tetszik egyébként, könnyen kinyitható a csomagolás. Hozza itt is a formát, amit így várunk. Meg kérlek, ezt is vágd el. Hát igen. Uh-huh. Belülről semmi extra. Ízre maximálisan megvan a kávé. Igen. Nagyon. Hát igaz, a legfinomabb. Markánsan kávé ízű, azt kell mondjam. Határozottan, tehát hogy jó kis keserni és... Ennek az ostyája is egyébként valahogy, mintha jobb volna. Van benne valami, hogy olyan nem ropogós, hanem olyan omlós. Igen. Ő... Epres. Epres, jó nagy. Mert kíváncsi vagyok, hogy elvileg ez fekete kívülről. Most ezt már megisztagolom. Ó, abszolút hozzá ezt az epres... Viszont a csomagolással ellentétben nem fekete. Igen. Barna. Mint látjátok, rétegzés az megvan. Hát ezt én inkább eltöröm. Így megkóstolhatod. Így meg is mutatom, hogy milyen így. Illatára abszolút hozza ezeket a műepres dolgokat. Nekem nézzük. De olyan, mintha a réteg egy picit tartalmazna egy ilyen fekete részt is, de nagyon halványan látszik. Talán nem is annyira látszik most. Ízre érdekes. Nem rossz. Még mindig a kapucsinos volt a nyerő. Ő a vaníliás. Bár most kezd egyébként megjönni a végére ennek az epresnek erősebben az íze. Hát a vaníliás, az nem gondolnám, hogy vaníliás, ahogy így kinéz így elsőre, a töltelék nagyon... Igen, inkább olyan barnás. Sötét, igen. Belülről már világosabb. De nézd csak, megjelenik itt egy barna is. Azon igen, itt így látjátok két ti barna is. Több, két barna, egy fehér rétege van. Ezt előbb vártam volna a kapucsinósnál egyébként, mint ennél. Igaz, a kapucsinósnak volt egy külső bevonata. Nézzük. Olyan semmilyen ez is. Tehát, hogy
nem ismertem volna fel, hogy ez egy... Vaníliás íz, igen. Igen, ez valami... Gagyi nápolyi, azt mondtam volna. Igen. Hát nem győztek meg. Tehát igen. A cappuccinoson kívül az összes többen semmilyen, és így ellentétben mondjuk a japánokra jellemzően, hogy hasonlít a tartalom a külső csomagoláson jelzetre, itt azért elég erősen eltér, tehát hogy azért ez a fekete az nem jelent meg, amit vártam, amitől Oreo lett volna. De hát ez van, ezek az ilyen Oreo különlegességek Kínában. Ha tetszett, akkor esetleg nézzétek meg a többi videónkat is. Hiszen... Ahol találkozhattok egyébként szintén más Oreo termékekkel, amik itthon nem kaphatóak, vagy esetleg más ízben, tehát hogy pár érdekességgel még várunk titeket Oreo téren is. Sziasztok!